Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Ünnepi beszélgetés sorozatunkban ezúttal mondhatom talán, hogy egy családi beszélgetés következik, és hogyha úgy vezetném fel, hogy dramaturg Major Anna, rendező László Endre, akkor a talán idősebb generációhoz tartozók tudnák, hogy Magyarország valaha volt legsikeresebb család regényét, a Szabó családot konferálom fel. Ez a rádióban ment nagyon régen, és hát azt hiszem a magyar közmédia valaha volt leghosszabban futott sorozata volt. Hát a mi Szabó családunk még nem olyan régóta fut, és talán még nem annyira híres, de itt a városban azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerik a tagjait, azokat is, akik itt vannak a stúdióban, és a hiányzót is. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm Szabó Miklóst, Szabó Danit, illetve Szabó Bencét, a mi kollégánkat. És hogyha nagyon hivatalos akarnék lenni, akkor ugye azt kellene mondanom, hogy Szabó Dániel Ferenc, illetve Szabó Miklós Bence, amiből az az érdekes, hogy Dani az első Bence, a második keresztnevét használja itt a hétköznapokban. De ez a sok keresztnév nem véletlen, úgy hallottam, hogy azért ez egyfajta családi tisztelgés az ősök előtt, hiszen te ugye édesapádnak a keresztnevét kaptad, te pedig nagypapádét, ugye? Igen. És akkor nyilván a családfőt kell kérdeznem, hogy ez hogy hol mennyire van benne egyébként a család krónikájában, hiszen neked például csak egy keresztneved van. Igen, ez a származás miatt van, ugyanis a anyai ágon erdélyi gyökerekkel rendelkeznek, és Erdélyben divat tulajdonképpen az, hogy két nevet adnak a fiúknak és a lányoknak, a gyermekeknek, elsősorban a szülők, nagyszülők neveit, és utána egy választott nevet, és a kettőből majd ők eldöntik, hogy melyik az, amit használni akarnak. Én Vas megyei vagyok, ekte magyar, és nálunk csak egy keresztnév volt, és még azt sem tudom megmondani, hogy miért lettem Miklós, mert amikor megszülettem, akkor még a születésem pillanatában is anyám abban a hitben volt, hogy én lány vagyok. És megkérdezte az orvos, hogy akkor hogy hívjuk a gyereket, mondta, hogy Zsuzsának. Mondta, hogy az nehéz lesz, mert ennek pöcse van. És anyám rávágta, hogy akkor legyen Miklós, és nincs az ősök között Miklós. Ti viszont akkor ezek szerint választhattatok, és ahogy emlát, hogy fiúk legyünk-e, vagy nem? Hát az ügyben most ebben nem menjünk bele, már lehet, de hogy ugye érdekesség, hogy tényleg te a Bencét használod, ami hivatalosan a második keresztneved, Dani viszont az elsőt, ez tényleg a ti választásotok volt? Mennyi idős korban dőlt el, hogy akkor hogyan kell titeket szólítani? Hát amikor elkezdtünk arra hallgatni, hogy Bence megtartani. Ja, akkor volt azért némi külső nyomás rajta, nem? Neked otthon mondták, hogy Miki kell egy gyere? Hát nyilván, én a Miklósra is hallgatok egyébként, mert rengetegen szólítottak így az életem során Miklósnak, de mondom, hogy nem szerettem, de ugye alapvetően én Bencének vagyok keresztelve, Miklóst azt apu után kaptam, ugye Daninál van az, hogy ő a nagypapánk után kapta a Ferencet. Csak gondolom, hogy ez úgy alakult, hogy jobban hangzott, hogy Szabó Dániel Ferenc, mint Szabó Ferenc Dániel. Valószínűleg. Bár a szülésszoros abban volt, hogy a Ferencet a Dani az utána nevezték el, úgy meg is hatódott állítólag. Hát egy szavatóba kerül, és mostantól hívunk Ferinek. Elkezdjük itt a beszélgetésben, és utána akkor esetleg így alakul. Nagyon sokan ismernek titeket, azt gondolom, itt Székesfehérváron, a közéletben, a köznevelésben, a művészetben vállalt szerepetek miatt, ami akár tényleg mindennapos találkozás lehet ugye a fehérváriak számára. Most értek véget nemrég még az ünnepi műsorok, a Szabad Színház művészei mindig ott vannak és részt vesznek a város életében. Hát Daniról pedig azt kell tudni, ugye, hogy hivatalosan ő a művész a családban, hiszen ő neki már erről szóló papírja is van. Nem tudom, Miklós, hogy a művész családként gondoltok néha magatokra, vagy apostrofáljátok magatokra? Nyilván ez egy kicsit ilyen, talán ilyen nagyképűen hangzik, ha valaki saját magát nevezi így, de és hát mégis nem ez a fő foglalkozásotok. Hát akárhogy nézzük, azért nagyon-nagyon benne vagytok a kultúrában és a művészetben itt Székesfehérváron. Igen, úgy gondolom én is, hogy azért a kultúra terén a maga a család, beleértve a Juditot is, elég sokat teszünk. És az igézőn keresztül elég nagy megjelenési lehetőségünk van, amire hála a Jóistennek elég sokan kíváncsiak és el is jönnek. És az adventi időszakban
egy sikeres hétvégéket tudhatunk magunk mögött, és a Szabad Színház éppen most kiválasztott négy gyermek előadása azért elég jelentős nézettséget produkált ebben a hónapban. Hát a Dani, hát ő a nagy művész, mert ő már kicsit művészet. Kicsit kakuktojás is, hiszen ő ugye nem a színházban találta estés, meg az önkifejezési formát. Fölment a fővárosba is, nem maradt itt vidéken közöttünk, de ő művésznek indult, és már ez a régi, amikor írja az ember az önéletre, azért már korra gyermekkorom óta művész szerettem volna lenni, de ő tényleg már... Próbált volna, meg nem. 10 évesen dobos szeretett volna lenni, eldöntötte, hogy ő az lesz, és kész. És hát így is lehet. Én csak leírtam a kis papíromra, hogy én már a homokozóba is katona szerettem volna lenni. Csak komolyan vették, igen. Bence pedig nyilván egész életében arra vágyott, hogy a Fehérvár TV-ben dolgozhasson. Ugye? Igen. Ezt így kell mondani. Dani, hogy éled meg ezt, hogy egy kicsit ilyen kakukktojás? Tehát legkisebb Királyfi történet, azt tudjuk, hogy mindig különleges, mert akár dac is lehet benne, akár riktig nem azt csinálom, amit ti mondtok nekem, vagy amit a család diktál. Tehát végül is azért megmaradtál a művészvonalon, viszont a zene neked sokkal meghatározóbb, sőt, hát a pályád lett. Hát... amikor anyuék elvittek itt Fehérváron, hordtak szerte az iskolákba, hogy melyikre tegyenek le, akkor végül itt a Kodálynál megálltam azért is, mert mint anyu mindig elmondja ezt a sztorit, aztán én is most már kicsit emlékszem rá, hogy így mentünk a folyosón, a felvételén, és mindenkinek a rajzai olyanok voltak, amiket én rajzoltam, ilyen hosszú lábú embereket rajzolt mindenki, és akkor gondoltak, anyu is, meg igazából én is ott éreztem magam jól, hogy lehet, hogy ez az a környezet, ahol én majd jól fogom érezni magam, aztán ez így is lett, és az meg így megerősített már csak benne a magamban, már rég eldöntött, tényleg, már nem tudom, tényleg, még 10 éves voltam, de lehet, hogy már óvodás koromban is rockzenész akartam lenni, aztán ez kicsit finomodott, most már nem rockzenész akarok lenni, vagy nem az vagyok, de hogy ez mind csak így egyre jobb, egyre csak így súlyosabb lett, és akkor az általános iskolában, aztán a gimiben is, mindegyik zenei, és akkor közben még a zongora, meg a dob, és akkor utána ide a Kodolányra jártam, mindig szóval minden csak ilyen súlyosbító tényezők így egyre csak vittek bele ebbe az egészbe, de hát ezt akartam csinálni, szóval meg ezt is csinálom, és nem is lőttem mellé, azt hiszem. Mármint, hogy nem is tudnék nagyon más csinálni. Hát minden egy irányban mutatott nyilván, ezt sokszor érzi úgy utólag az ember. Nem tudom, mennyire jellemző ez magára a családra, hiszen ha a jelenből nézzük, azt gondolnánk, hogy Nagy Juditnak és Szabó Miklósnak a gyermekei nem is maradhattak távol a kultúrától, a művészettől, a színpadtól. Bence, te mennyire érzed úgy, hogy irányítva voltatok erre, vagy ez első pillanattól kezdve ilyen belső késztetés volt? Hát késztetés is biztos, hogy volt benne, de aztán nyilván az élet hozta ezt a lehetőséget, ugye mi kicsi korunktól kezdve még a Dani is színpadon álltunk. Annak idején én ugye benne maradtam ebben a szerepben, a Dani meg kicsit így kikacsintott belőle, zenész lett, de hát alapvetően ugye a apu is meg a anyu is azok az első diplomájukat azokat reál beállítottsággal szerezték, meg hát a családban is mindenki a felmenőink közül rá beállítottságú volt, de ugyanakkor már a művészet az ott is játszott valamilyen szintű szerepet. Úgyhogy hát ez így hozta az élet szerintem menet közben, hogy így inkább a bölcsészet fele, meg a művészetek fele kacsingattunk. Aztán ugye tetszett nyilván ez a dolog, meg hát kicsinek is sokkal jobb dolog úgy fölnélni, hogy díszletek közt mozog, színpadon vagy, érdekes emberekkel találkozol a színházban vagy, és hogy egy ilyen izgalmas dolog volt az egész, és akkor hát így adódott ez az egész pályai vagy karrier. Nyilván a késztetés, vagy az, hogy az ember szeresse ezt csinálni, az egy dolog, a másik pedig a tehetség és a képesség, és most nagyon vonzó lenne visszamenni, és mindjárt vissza is megyek oda, hogy valójában miért és hogyan irányítottátok a színpad vagy a kultúra felé a gyerekeket. De most mégis inkább arra kérdezem, hogy ti mikor éreztétek azt, hogy tényleg, vagy láttátok-e az első pillanatok kezdve, hogy tehetségesek, és hogy nem csak ti szeretnétek, hanem ők maguk is élvezni fogják ezt a fajta nyilvánosságot? Hát ők viszonylag korán belecsöppentek ebbe a színészetbe.
Bencének talán az első találkozása az a Adorján Viktor rendezte Horgas Bélának az Álommalók című mesejátékát, és akkor a Bence még babakocsis volt, tehát nem sportkocsiba, babakocsiba tolta el a próbára Judit, és a Viktor mellé beállította, hogyha majd esetleg nyűgölödik, akkor a Viktor megmozgatja, és akkor minden rendben lesz. És amikor vége volt a próbának, kérdezte Viktort, hogy na, és hogy viselte a gyerek, és te zavar téged, azt mondja, milyen gyerek. Tehát azt jelenti, hogy már pár hónapos volt, hogy talán 7-8 hónapos volt, amikor ez történt, és már akkor, ha a reflektorok felgyulladtak, elkezdődött a játék a színpadon, bevilágították a díszleteket, akkor a Bence le volt nyűgözve. És nézte. Egyébként már egy-két évesen vittük a próbákra, tehát túl nagy esélyük nem volt, hogy mellékvágányon menjenek. Akkor elég sok gyermek született a akkori még Videoton színpadnál, és hát barátságok is szövődtek ebből. És ők jöttek próbára, kicsit vissza kellett őket fogni, amikor előadás volt, mert próbáltak sugni nekünk, meg tudták, hogy mikor mi következik, hogy most a hóesés az patogatott kukorica lesz, és gyorsan meg kell szerezni. De úgy szépen belenőttek. Amikor úgy igazából én szerintem az a 2000-es év, amikor volt az Estefán király. Hát ilyen 99-2000 környéken kezdtek el igen, bemutatója, akkor már ők szerepet játszottak. Nagy társulatban. Uh-huh. Komoly szerepet játszottak. Ő volt a kis Estefán, illetve hát a Vajk volt Bence. Hát igazából így nem volt soha ez megmondva nekünk, hogy most itt mindenképpen színházzal kell foglalkozni, hanem egész egyszerűen nyilván, hogyha ott volt, az ember benne volt. Akkor hát én még mindig emlékszem gyerekként arra az érzésre, amikor bemész a színházba, vagy akár csak elmentünk próbára, és hogy akkor ez mennyire fantasztikus volt, meg az illatok, a szagok, az érzés maga, az nagyon jó volt. Meg hát most látom már én is a kisfiamon, hogy viselkedik, hogyha adott esetben színházban. Ez egészen biztos, hogy tehát nyilvánvaló az indítatás, azt gondolom, hogy a tehetség az, ami nyilván később derül ki, hogy kibe valójában mennyi szorult, de hát lehet, hogy ez is genetikailag adott. Egyébként ugye tényleg Juditot emlegettük, sokszor volt itt külön beszélgetésen, azért nincs most ő itt, nem is férnénk el már az asztalán ennyien. Nagy Juditról van szó, a Szabad Színház vezetőjére, aki a Videoton színpadnak is ugye oszlopos tagja volt, színjátszóként, később vezetőként. A tiétek egyébként az ilyen amatőr színész szerelem volt, tehát ti ott találkoztatok? Nem, mi a főiskolán találkoztunk. Tehát amikor én végzős voltam a Kandón, akkor volt elsős Judit. És akkor még úgy kezd, nem gólyatábor volt, hanem az első két hét az Bodakajtoron volt egy alma vagy gyümölcsszedés. És én ott munkahelyi vezető voltam, Judit pedig mint elsős jött. És ott a harmadik, negyedik napon tulajdonképpen megismerkedtünk. Aztán ez klasszikus szerelmi történet, sokan jönnek össze az agronómusukkal, amikor mennek diáktáborba almát szedni. Igen. Mi is voltunk, de nekünk nem volt ilyen szerencsénk. Férfi agronómusok voltak. És azt még akartam Danitól kérdezni, hogy ugye tényleg magától értetődőnek mondja apukád is, bátyád is, hogy a színpadi reflektorok varázsa azért magába szippantja az embert. Téged a színház, a prózai része a dolognak az nem vonzott, vagy megpróbáltad azért? De csak valahogy nem tudom, olyan szöveg, megtanulás, aztán utána valahogy nem tudom, valahogy nem így adom elő a dolgokat. Valamint, hogy ez olyan, mint a klasszikus zenélés, a színház játék. Az nincs benne egyáltalán improvizáció. Megtanult szövegeket, mondasz, megtanult. De ezzel most lehet egy vitát ütni. Vinni, igen, de hogy nincs benne, nem láttam benne akkora teret én. Meg így, nem tudom, szerintem a Bence jobban mond mindent. Tehát így eldöntöttem, hogy, tehát, hogy nem lehet, most miért szálljak versenybe. Úgyhogy hát így, meg nyilván a Dani az a, tényleg amit elmondott, hogy a Kodálynak a zenei részére járt, tehát hogy őt azért a zene is valamilyen szinten jobban megtalálta. Ja, persze, igen, de hogy inkább ez így mélyen. Inkább az volt, hogy a Bencenek egyszerűen jobban áll. Régen is jobban állt. Sokkal magabiztosabban ki tudott állni és elmondani egy szöveget.
és aztán utána ez fordítva nálam meg jobban állt az, hogyha zenélek inkább, szóval ez így alakult. De hát a zene mellett ugye a színház is megmaradt nálad is, mert színházi produkciókban is zenészként közreműködik gyakran, meg hát nálunk is volt olyan darab, aminek ő volt a zenei vezetője. Ja. Fantasztikus elképzelni, persze erről mindig a kívülálló csak gondolkozhat, hogy akkor hogy nézhet ki mondjuk egy hétköznap otthon, vagy hogy nézhet ki akkor, amikor mondjuk mind a ketten még otthon laktatok, hogy ott is mindig színház volt-e, mindig kellett valakinek szerepelnie, vagy pedig ott azért teljesen átlagos családi hétköznap, de tényleg úgy képzeli az ember, hogy főleg amikor a gyermekek megszületnek és kiderül, hogy őket is vonzza az a dolog, akkor gyakorlatilag egy percig nem tudtok onnantól kezdve szabadulni attól, hogy ebben a színházi közegben léteztek. Én szerintem átlagos, egyébként átlagos családi életet élünk. Amin azt értem, hogy otthon nem mondunk szöveget, és nem zenélünk közösen. Inkább ez a családi színjátszás akkor domborodik ki, amikor egy produkcióval együtt szerepelünk. Tehát akkor sokkal jobban össze vagyunk csiszolódva, különös tekintettel az utcaszínházi produkciókra, tehát nagyon-nagyon jó, gondolom én, tudunk egymásra építeni dolgokat, mint hogyha egy olyan emberrel játszol együtt, akivel ritkábban találkozol. Meg a kamaraszínházi dolgok. Igen. Ami nekem nagyon izgalmas kérdés, hogy azok, akik amatőrként ilyen mélyen és tényleg az életüknek ennyire jelentős részét teszik ki a színház, a kultúra, a művészet, de mégsem ezzel foglalkoznak hivatásszerűen, azok ezt valamiféle kettősségként élik meg, vagy pedig kicsit sajnálják, hogy nem lehetnek csak 100%-osan azért a szerelemi, ami a kultúrához, a művészethez vonzza őket. Ugye Daninak még az esély adott, hiszen professzionális zenész, immár felsőfokú végzettséggel, jól tudom, tanítod is a zenét, és hát ugye dobolsz, majd erről beszélünk. Tehát, hogy nincs egy kis nyűg amiatt az emberben, hogy hát be kell menni a laktanyába, vagy be kell jönni a szerkesztőség, élni kell egy civil életet, miközben annyira arra vágyik az ember, hogy mindig megmutassa magát. Szerintem azért jó, hogy így van egyfajta kettősség a dologban, mert hogy így az egyik a másikból tud adott esetben töltekezni, vagy inspirálódni, vagy valami. Most én, hogyha csak egyféle dolgot kellene csinálnom az életemben, abban körülbelül szerintem fél év alatt égnék ki, vagy égnék bele. De ez mondjuk én vagyok, nem tudom, hogy szerintem ott is hasonló a helyzet. Tehát, hogy muszáj egyszerre több lábon állni, meg több mindennel foglalkozni szerintem, mert akkor tudsz művészileg is inspirálódni, hogyha érnek különböző ingerek az életben innen-onnan. Ja, hát az nehéz. De én meg pont ezt szoktam mondani mindig mindenkinek, hogyha valamit csinálsz, akkor azt csináld úgy, hogy azt csináld, aztán nincsen kérdés. És nekem ez lenne nehéz, hogy így. És próbáltam is, nekem még a tanítás is olyan volt, amikor csináltam, úgy tanítottam, inkább mondjuk az alapfokon tanítottam, mondjuk itt tanítottam a hangszintérbe, most már máshogy tanítok, akkor nekem az is olyan volt, mint hogyha munkában mennék. De kicsit ilyen gyár, rossz kifejezés, de hogy meg nem az, mert nyilván művészetoktatás, meg emberekkel van, meg nem az. De hogy egyszerűen annyira más a szituáció volt a tanítás, és utána a színpadon levés, vagy a próbálás, hogy az nekem az is ilyen érzés volt. És nekem az is nehéz. Az meg tény, hogy van benne egy ilyen kiégési lehetőség, az főleg ilyen nyár vége, nálam ilyen szeptember. Hát az... Szezon után. Hát az, amikor, tehát az heti 3-4 buli után, szeptemberben már csak 2 van, akkor érzem azt, hogy vége. Remélem a kérdésben... Bocsánat, mondtuk. Nem csak, hogy tényleg az van benne, szerintem, hogyha meg már munkaként tekintene rá az ember, akkor valahogy ez a szenvedély része szenvedni a csorbát szerintem. De azért sokszor vagytok, hogy nem, hogy jó lenne több időt szentelni lehetőség szerint annak, ami a, most az amatőr része az életeteknek. Hát nyilván igen, tehát hogy kell kompromisszumokat hozni, meg az, hogy ezt munka mellett csinálja mindenki, az áldozatokkal jár, tehát hogy nem mondom, hogy nincs olyan, hogy este 8-kor végzel a munkahelyeden, és akkor még elmész próbára, hogy akkor már így kicsit fáradt vagy, meg nem lehetne. Ott jön még be a harmadik dolog, amiből most már azért neked is van több éves tapasztalatod, de hát főleg Miklós tudja, hogy családfenntartóként, édesapaként is helyt kell állni.
ami megint egy teljesen külön terület, úgyhogy ha valaki kérheti a receptet, vagy valakitől érdemes kérni, az biztos te vagy, hogy ezt hogy lehet mind összehangolni. Nyilván ez a szerencsés eset, hogy aztán a család is bevonódik az egyik nagy területbe. Igen, jóval egyszerűbb a dolog, főleg, hogyha mind a két felnőtt ugyanannak a hobbinak szenteli a napjait, persze. Visszatérve egy kicsit egyébként, én szerintem nagyon jól kiegészíti egymást az én esetemben a katonai lét és a független színház. Sokkal hamarabb megtalálok karaktereket, amiben benne élek, és ha szükség van rá, akkor tudok nyúlni. Ezt szoktam mondani, nem nagy nyilvánosság előtt, hogy tulajdonképpen tényleg a Honvédség is egy színház. Most olyan. Egy színház, csak unalmasak a jelmezek. A szerepek megvannak. De unalmasak a jelmezek. Igen. De így nekünk természetesen sokkal könnyebb volt, hogy Judit is, én is ugyanazt csináltuk, és a gyerekek is. Tehát nem kellett úgy csalkozni a szabadidővel, hogy senki benne sérüljön. Egy valami. Ugye ez egy ünnepi beszélgetés, aminek sajnos idők keretei vannak, de azért az ünnepről, magáról nagyon érdekelne, hogy tényleg amikor még klasszikusan együtt élő nagy család voltatok, akkor ezt hogy éltétek, meg voltak-e ünnepi rituálék, vagy megszokások, és hogy ebből sikerült-e, vagy kellett-e valamit átmenteni most, hogy már saját családotok van. A karácsonyt, vagy az új évet? Vagy mit? Hát igen, ez az egész ünnepi idő. Nyilván a karácsony így kisgyerekkel különösen emlékezetes. Hát karácsonykor szerintem ilyen teljesen átlagos hagyományokat követtünk, tehát hogy nálunk nem volt ilyen nagyon speciális plusz talán. Nem, az volt a szokás, hogy halászlének kell lenni. Igen, az a mai napig meg is van. Szenteste, illetve a fadíszítés után a gyerekek befeküdtek a fa alá, nem tudom most. Igen, ez rendszeres volt, hogy a fa alá oda be kellett feküdni, és akkor onnan nézni a díszeket meg. De a legcsodálatosabb az volt, hogy együtt voltunk, és együtt ébredtünk, és legtöbb esetben már amikor bővült, vagy bővülés előtt volt a család, akkor így mondom, tehát a barátnők is jöttek, akkor volt, hogy hatan ébredtünk, 25-én reggel, és hát az egy nagyon emlékezetes reggel volt mindig. Akkor leültünk, szépen reggeliztünk, beszélgettünk, és a legszebb az volt, hogy nem kellett nézni, hogy hol tartunk az időben, hogy lehet, hogy menni kell valahova, mert nem foglalkoztunk vele. És olyan kötetlen beszélgetés volt mindenről, nekem hiányzik a hétköznapokban. Tehát amikor reggel felkezd rohanni kell, kikészíted a reggelit, majd edd meg és elmész. Tehát. Hát igen, most megvan ez még egyébként? Mostani karácsonyban? Hát szerintem talán ez a hagyomány, hogy 24-én szenteste, akkor biztos, hogy valahogy megtaláljuk a módját mindannyian, hogy együtt töltsük a szentestét. De most már ugye mindenki hozza a saját kis családját is a nagy családba. Igen, hát a te kis családodnak pedig ugye a újabb művészjelölt palántája már nagyon aktivizálja magát, legalábbis azokban a sztorikban, amiket el szoktál itt mesélni a kollégák általános szórakoztatásáról is jókedvéről gondoskodva. Gondolkoztunk kicsit, hogy Botondot is esetleg behozzuk ide, de két esélyes volt, hogy szétrólkodja az adást, hogy meg se szólal. De azért látsz esélyt, nem, hogy tovább megy a vérvonal. Igen, abszolút. Tehát ő is, amit mondtam, hogy bemegy a színházba, és akkor teljesen el van varázsolva. Ő most januárban lesz 4 éves, és ez már abszolút látszik rajta. Ugye most jellemzően gyerekelőadásokat látogat, általában nálunk, de van, hogy a Közszínházban, a Vörösmarty Színházban, és hát teljesen oda meg vissza van, és hát amikor hozzánk jön, akkor meg konkrétan meg van sértődve, hogy őt miért nem hívtuk fel már szerepelni, mert hogy szeretne, és hát ezt az előadói hajlamot ezt az óvodában is rendszeresen kamatoztatja. Tehát ugye tegyük hozzá, hogy ez nem bulvár híradó, hogy a édesanyja pedig Leferhóc Mariatti, aki korábbi kolléganőnk, ugye műsorvezető szerkesztő itt a tévében, úgyhogy én azt gondolom, hogy kamera láza Botonnak biztos, hogy nem lesz. Az a kérdés majd, hogy a tévé vagy a színház vonz-e jobban. Dani, nálatok egyelőre csak tervben van a családbővítés? Már a lépcsőfokokat, azokat elkezdtük meglépni. Most volt egy lánykérés, aztán majd lesznek dolgok. Emlékezetes időszak. De jövőben, de hát igen,
Mindenképpen akartam azért kérdezni veled kapcsolatban, hogy mi újság a Mörkel. Nagyon komoly karriert futottatok itt be rövid idő alatt, nem csak Magyarországon, külföldön is. Mennyire tudsz még részt venni ebben? Most jelent meg egy lemezünk. Most volt egy kis ilyen tagcserés dolog is, mindenjelben nem megyek bele, de a lényeg, hogy most tavasszal megyünk egy ilyen egyhetes, ilyen Európa turnéra megint, akkor jön megint a szezon, akkor most ilyen külföldi ügynökökkel, meg kiadókkal kezdtünk el tárgyalni, ami már nagyon jó, mert ezt akartuk csinálni, már évek óta ebbe vagyunk, hogy ez meglépjük ezt a... az egészet, szóval tök jó dolgok történnek, és nagyon sok terv van, és nagyon a jövő év az meg már remélem, hogy nem lesz ennyire covidos, és akkor az sokkal gördülékenyebben fog menni. Meg nekem van egy saját kvartettem, csináltam egy saját kvartettet, hát meg rengeteg másik zenekarban vagyok benne, de a Mörk az mindig úgy van, hogy az az első, és akkor, hogyha vállalok, jönnek be koncertek, felkérések, akkor mindig előtte az van, hogy ott van-e olyan buli, ami Mörk. Szóval minden jó, és nagyon nyomjuk igazából. Tegnap volt egy ilyen lemezeladós. Mindegy, tök jó. Mindegy. És ugye mi pába zártátok az élet, és most január 8-án meg a Várkert bazárba játszunk, igen. Hát nagyon remélem, hogy tényleg ez a külső körülmény nem fog senkit annyira zavarni, mint az elmúlt években, és hát ez nyilván a Szabad Színházra is igaz, mert azért nektek is van mire visszatekinteni jóra, rosszra is az elmúlt időszakból. Lesznek új projektek? Lesznek, igen. Hát most egy vegyes évet zártunk, én úgy gondolom. Voltak szép napok, hetek, de voltak elég borzasztóak. Tehát volt, amikor nagyon nehezen tudtuk behozni a nézőket az utcáról, mert mindenki attól tartott, hogy valami gond lesz. De túl vagyunk ezen az éven is, és 2022-re, az év elejére tervezünk kettő bemutatót is. Már február környékén kellene egyet, vagy talán mind a kettő. Az egyik a média hatása, a másik a mesteremberek. Mind a kettő megfelelően jól szórakoztató és népnevelő. Kicsit könnyedebb darabok ezek, mert most úgy vettük észre, hogy erre van per pillanat, igen, szüksége a közönségnek. Ja, nem akar mindenki buslakodni, én is ezt vettem észre. Hát gyerekek, új év van, akkor legyen ez tényleg ilyen jókedvű. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, nagyon szívesen köszönjük, folytatnám, és majd akkor még folytassuk is, akár Judittal, majd kicsit bővítünk a stúdión, meg majd Boti is lehet előbb-utóbb. Akkor egy futófolyosót is kell építeni. Nagyon boldog új évet kívánok a családnak. Köszönöm szépen, viszont kívánok mi is. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.